Hétvégén hosszú idő után ismét hazai közönség előtt játszottak a nagyatádi kosárlabda klub játékosai a városi sportcsarnokban. A fiúk a Kánaán Kupa megyei bajnokság keretében mérkőztek meg ellenfeleikkel. A bajnokság harmadik fordulójában a Kasi Kadett együttesét fogadták az NKK sportolói. A nagyatádiak hamar megszerezték a vezetést a mérkőzés során, és bár nem mindig tudták visszaverni az ellenfél támadásait, sikerült megtartaniuk a nagy arányú pontkülönbséget. A küzdelem noha nem indult teljesen gördülékenyen a hazai csapatnak, a fiúk összeszedték magukat, és végül a vártnak megfelelő eredménnyel végezhettek. Ez a mérkőzés, ez tulajdonképpen nevezhetnénk felkészülésének, mert évek óta tulajdonképpen a Kasi Kadettre úgy tekintünk, mintha tudjunk gyakorolni. Ez a félidei eredmény nem ezt tükrözte igazából, de igyekeztünk. Általános probléma nálunk az, hogy álmosan kezdünk egy picit, ezt ugye a fél ideig meg is tartjuk, és ahogy most is egyébként alakult a mérkőzés, a harmadik negyedben általában így föl szoktunk ébredni. Ez most is így történt, és egy 25-30 pontot hoztunk tulajdonképpen akkor az ellenfelen, tehát az volt a meghatározó igazából, az az egy negyed, többi az langyos víz volt. Az elmúlt időszakban Bacs csapatával játszottak a nagyatádi fiúk, akik ezen a mérkőzésen is szépen teljesítettek. A csapat összetételében ez évben a korábbiakhoz hasonlóan történt némi változás. Évről évre mindig egy ilyen amatőr társaságnál ez hogy elő szokott fordulni. 6 új igazolás van, ez részben régi új, mert Nagykanizsáról érkezik megint 2 vagy 3 játékos, ez még bizonytalan, 2 fiatal gyermeket vetünk be igazából, akik az egyik 14, a másik 15 éves, tehát nekik még van idejük fejlődni, ez a szezon talán pontosan arra lesz, hogy igazából nekik jó, hogy kicsit felvegyék majd ezt a gyengerét most is. Az alapszakasz első fele könnyebbnek bizonyult az edzőjátékos szerint, a másodikban már több kihívásra számíthatnak a csapattagok. A megyei bajnokság résztvevői között nagy különbségek fedezhetők fel. Vannak nagyon erős és jóval gyengébb együttesek. Most azt hiszem 2 vagy talán 3 idegenbeli mérkőzésünk lesz, utána majd december közepén játszunk egy pár évvel már rangadónak mondhatjuk a Somogyjád ellen, az majd egy parázs mérkőzés lesz. Az említett megmérettetésre december elején kerül sor Nagyatádon, a városi sportcsarnokban.